Jó estét kívánok, izgalmas tartalom és érdekes vendégek várnak Önökre az elkövetkező 60 percben. Mindenek előtt itt van Dobrev Klára, a DK Európai Parlamenti képviselője. Jó estét kívánok. Most miközben bemutattam, átvillant az agyamon, hogy kormányoldalon nem nagyon használják a hivatalos, a törvényes nevét, csak Gyurcsányné. Ez bántja? Engem? Én nagyon szeretek Gyurcsány Ferenc felesége lenni, nem? Pedig valószínűleg a cél a bántás, nem? Vagy legalábbis nem tudom. Szerintem ez azokat minősíti, akik így neveznek. Egyébként Dobrev Klára vagyok, így születtem, és nagy valószínűséggel most már így is fogok meghalni. Na jó van, de odébb van az odébb még van. Sokkal. Petíciót indított az Európai Minimálnyugdíj bevezetéséért, és ha én jól értelmezem, akkor lényegben, ez nem teljesen új gondolat, tehát erről már beszélt többször, de hogy a lényege az mégiscsak az lenne, hogy Brüsszelből emeltetné meg a magyar nyugdíjakat. Erről van szó, ha nagyon leegyszerűsítjük? Ki kell először is, hogy egészítsem, mert nem csak az európai minimál nyugdíjért, hanem az európai minimálbérért, a családi pótlékért és az Európai Egyesült Államokért. Ugye ez volt a négy egyik legfontosabb vállalása az európai parlamenti kampányunknak és a demokratikus koalíció részéről. Ráadásul ez a petíció, illetve ha úgy tetszik, akkor ez a figyelemfelhívás, ez most már nem csak DK-ként, demokratikus koalícióként zajlik, hanem a szocialisták és demokraták európai frakciójaként, hogyha meglátja a Facebook posztokat, akkor mindig ott látja az európai frakciónak a logóját is. Egész egyszerűen azért, mert ezek azok a programpontok, amelyek nem csak nekünk, hanem a frakció többi tagjának, sőt a parlamentben egyébként nagyon sok képviselőnek fontosak. Európai minimálbér, ez az, ami leghamarabb fog megvalósulni, ugye erre vonatkozóan már a jövő év elejére várjuk a konkrét javaslatot a bizottságtól. Európai minimálbér után a következő lépés az a minimál nyugdíj és a nyugdíjhoz hasonló jövedelmek, beleértve egyébként az otthonápolási díjat is. Tud-e valamit mondani a nagyságrendekről? Tehát Magyarországon most jövőre a nyugdíjak emelkedése 2,8%-os lesz. Hogyha már európai minimálnyugdíjról beszélnénk, akkor tényleg milyen nagyságrendek? Ugye alapvetően az a cél, és megint visszatérek a minimálbérre, mert ahhoz van kötve a minimálnyugdíj is, az a cél, hogy az európai minimálbér nagyjából egy ország átlag vagy medián keresetének a 60%-ánál ne legyen alacsonyabb, ez ma Magyarországon egyébként alacsonyabb. A minimálnyugdíj pedig szintén a minimálbérnek a 60 vagy 70%-a, erről még azért komoly viták zajlanak, annál ne lehessen kevesebb. Ugye ez ma Magyarországon valami drámai, tehát 28 ezer forint körül van a minimál nyugdíj, ami hát én ezt euróra nem ismerem lefordítani a képviselőtársaimnak. Hát, ha ez a dolog megvalósulna, akkor a minimál nyugdíjak sokszorosára emelkednek. Igen, tehát igen. Azok a nyugdíjasok, azok nem tudom, négyszer-ötszörös pénz. Igen, igen. De azt tudom mondani, hogy még az is iszonyatosan kevés. Tehát aki próbált megélni Magyarországon 90 ezer forintból, már pedig nagyon-nagyon sok nyugdíjas, még ennél is jóval kevesebb pénzből, nem beszélve azokról, akik 28 ezer forintot kapnak. Írtózatosan kevés, ahhoz a költséghez képest, amiben az élet kerül, a rezsi, az élelmiszerárak, egyáltalán maga a gyógyszerek, hát még így is nagyon-nagyon el vagyunk maradva. Értem, de azért ehhez is rettentő mennyiségű pénz kellene, honnan lenne rá? Tehát ez a nyugdíjalap, illetve a béralap, ez honnan keletkezne? Ugye a kezdeti elképzelés az valami olyasmi volt, hogy a multikat adóztatná. Van szó? Az is benne van a terve, de a bérek esetében azért egy kicsit másképp állnék hozzá. Klasszikusan mindig mindenki azzal fenyeget, hogy úristen, hogyha nagyon emelkednek a bérek, akkor emelkedik az infláció, és adott esetben csökkennek a munkahelyek. És azt látjuk, főleg most Európában, a globális gazdaságban, egy kicsit másképp néznek ki a játékszabályok. Ma Magyarországon, Romániában, Bulgáriában, Lengyelországon a legnagyobb problémánk éppen az az, hogy nincs elég munkaerő. És azért nincs elég munkaerő, mert nagyon alacsonyak a bérek, és azért elmennek az emberek az országból. Ma az országok versenyképességét nem az veszélyezteti, hogy esetleg többet kell fizetni a dolgozóknak, hanem az, hogy nincsen elég munkás. Ezért például szerintem a bérszínvonal emelése az kifejezetten arra felé ösztönözni a tudással, szakmával rendelkezőket, hogy maradjanak itthon, és ez növelni az ország versenyképességét. Én úgy látom, hogy ma ebben egyéb már lassan konszenzus alakul ki Európában is. Éppen a múlt héten tartottuk meg az első egyeztetést minimálbér ügyében közgazdászokkal, jogászokkal, szakszervezeti vezetőkkel, és körvonalazódik az a megállapodás, ami szerintem mindenki számára elfogadható.
középvállalkozások tulajdonosaival beszélt erről, mert hogy azt látom, hogy sorra térdelnek le ilyenek, egyszerűen nem tud felvenni szakácsot 500 000 forintos vagy 1 000 000 forintos havi fizetésért. Igen, és méghozzá a minimálbér szabályozással egyetemben minden országnak át kell gondolni az adórendszerét is. Ma Magyarországon, amiért letérdelnek a kis és középvállalkozások, hogy az ön szavait használjam, elsősorban azért, mert drámai adóterhek sújtják őket. Ezzel párhuzamosan, és visszatérünk akkor az első témánkra, vagy az előző témánkra, ezzel párhuzamosan meg azt látjuk, hogy a multinacionális vállalatok negyed annyi, de néha ötöd annyi adót fizetnek, mint a kis és középvállalkozások. Na de ez a magyar adórendszer sajátossága. Ez elsősorban a magyar adórendszer sajátossága, ezért ebben biztos vagyok, hogy itt óriási változásokat kell elérni, de hozzá kell, hogy tegyem, hogy Európában általában az az igaz, hogy a multinacionális cégek kihasználva azt, hogy ők sokkal erősebbek, mint egy ország, ezért sokkal kedvezőbb körülményeket tudnak maguknak kiharcolni. Ezért kell az országoknak összefogni, és úgy leülni a tárgyalóasztalhoz, hogy bizony az Európában működő multik legalább annyi adót fizessenek, mint a kis és középvállalkozások. Talán nem fogom meglepni, de az egész ötlet a Fidesznek nem tetszik. Úgy reagáltak a Fidesz.hu-n, hogy a Gyurcsány-Bajnai kormány volt az, amelyik elvett egyhavi nyugdíjat az idősektől. Gyurcsány és Bajnai együtt tették tönkre az országot, a Gyurcsány-Bajnai korszak végére már a nyugdíja kifizetése is veszélybe került. És ötödszörre még nem mondták el, hogy Gyurcsány-Bajnai egy mondaton belül? Nem, de ez ennyi volt. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag ez a mostani kormány teremtette meg azt a helyzetet, hogy egyáltalán nyugdíjat lehessen fizetni a nyugdíjasoknak, még ha keveset akkor is. Akkor csak, hogy öntsünk tiszta vizet a pohárba. Az elmúlt évek, évtizedek legszörnyűbb válsága idején az történt, hogy Bajnai Gordon kormánya úgy döntött, hogy egy évre felfüggeszti a 13. havi nyugdíj kifizetését, azzal, hogy amennyiben a gazdaság növekedésnek indul, azonnal visszaadja. 10 éve Orbán Viktor úgy kormányoz, hogy soha nem látott gazdasági növekedés van a világban, egyébként Magyarország nagy szerencséjére. Én nem látom, hogy ez bevezette volna, de mondok mást. A svájci indexálást azért függesztették föl 2009-ben, mert drámaian csökkent a válság miatt a bérek színvonala, és csökkentek volna a nyugdíjak is. Szintén úgy szerepelt a törvényben, hogy de csak addig, amíg a bérek csökkennek vagy stagnálnak, utána vissza kell állni a svájci indexálásra. 10 éve itt van az Orbán kormány, és nem tett semmit. Én azt hiszem, hogy az a politika, ami ennyire drámaian szétszakítja ezt az országot szegényekre meg gazdagokra, az egész egyszerűen tarthatatlan már. Erről szól az európai minimálbér és minimálnyugdíj is. Brüsszel, friss hír egyébként, most jelent meg valamelyik portálon, hogy nem fogadja el a kormány magyarázatát Kovács tweetjeiről a tanács, az európai tanácsról van szó. Tényleg azt tapasztalja, hogy számottevő a felháborodás? Tehát mondjuk folyosón megállították, beszéltek erről, hogy állt az egész Brüsszelben? Döbbenetes volt a hatása. És itt nekem is magamba kell fordulni, mert miközben zajlott a meghallgatás, én is olvasgattam a tweeteken Kovács tweetjeit, és egy kicsit olyan volt, hogy na jó, ezt megszoktuk. Tehát mi magyarok ezt megszoktuk, ezt a stílust. Ebben élünk lassan 10 éve, hogy a kormány így kommunikál. Akár az ellenzékről, akár a civilekről, akár a stílussal volt baj? Vagy azzal, hogy gyakorlatilag egy bizalmas, egy zárt ülésről kibeszél? Mind a kettővel. Tehát miközben én olvastam a tweeteket, nem gondoltam volna, hogy ekkora nagy felháborodás lett. És hogy kiléptem a folyosóra, elmentem az első bizottságülésre, akkor döbbentem rá, hogy úristen, már lassan én is kezdem megszokni azt a kommunikációt, azt a tartalmat, azt a szóhasználatot, amit a Fidesz itt megenged magának. Döbbenetes volt a felháborodás. A tartalmat illetően elsősorban az, hogy zárt ülésről írt, ez önmagában felháborító, és tegyünk még valamit hozzá, hogy felajánlották a Fidesznek, hogy legyen nyílt ülés, amennyiben ő úgy szeretné. És a Fidesz utasította vissza. A Fidesz kérésére volt zárt az ülés, ezért nem beszélt onnan senki semmit ki, és a Fidesz fogja magát, és megalázó módon az asztal túloldalán lévő kollégáit, mert ők mind kollégái, akik ott ültek az asztal túloldalán megalázva, ezt a stílust megengedi magának. Nem tudom, mi van a fejükben, de érzem, hogy napról napra, hétről hétre egyre jobban és jobban szinte provokálják az európai közvéleményt, és azért mondom, hogy közvéleményt, mert a teljes európai sajtóban végigment ez a érzése hír. Szerint ez ilyenkor kinek kínos? Tehát annak, aki elköveti ezt a diplomáciai, mondjuk azt illetlenséget, Kovács Zoltánnak, vagy pedig az országnak? Tehát ilyenkor arról van szó, hogy hát Klára, ti magyarok, hát én azt tudom nem mondani, tudtok viselkedni ebben a házban. Én azt tudom mondani, hogy amikor
találkozom valakivel, bemutatkozunk egymásnak, ugye az első kérdés, hogy honnan jött, melyik országból, és amikor azt mondom, hogy Magyarországról, akkor egy ilyen felhúzott szemöldök, és akkor mindig rávágom, hogy de ellenzéki, ja jó, és akkor mosolyt kapok. Olyan rossz hírét keltette az országnak ez az Orbán kormány az elmúlt években, amit nagyon-nagyon nehéz lesz majd helyrehozni, és nekünk egyébként az a feladatunk Brüsszelben, hogy be is tudjuk mutatni, hogy Orbán nem egyenlő Magyarországgal, a magyarok túlnyomó többsége pontosan tudja, hogy mi az érdeke, és hogyan kell viselkedni. Ugye szintén már a virradó hír, hogy nagyot ment Boris Johnson az Egyesült Királyságba. Minden bizonnyal ugye ki fogja léptetni az országát január 31-én az EU-ból. Véleménye szerint ez nekünk magyaroknak jó vagy rossz, ami ott történt? Hát Európának rossz, és hogyha Európának rossz, akkor a magyaroknak is rossz. És nem csak azért, mert értelemszerűen egy erős országot veszítünk el, hanem azért is, mert az az erős Európa, amiben mi hiszünk, az ezzel egy kicsit meggyengül. És azonnal helyesbítem is egy picit magamat, hogy másik oldalról azt láttuk az Európa Parlamenti választáson, hogy éppen a Brexit körüli viták okán soha nem látott létszámban mentek el az emberek szavazni Európában az Európai Parlamentre, és soha nem látott erővel szavaztak az erős Európát akaró pártokra. Ugye a szélsőséges, jobboldali, populista pártok teljesen háttérbe szorultak. És nagyon sok elemző azt mondta, hogy ez többek között a Brexitnek is köszönhető, hogy érezték az európaiak, hogy itt tétje van. Úgyhogy még azt sem tartom kizártnak, hogy azzal, hogy a britek kiléptek, ezzel a megmaradó 27 ország, vagy Skóciával esetleg ismét 28, ugye ez majd még a jövő zenéje, de a megmaradó 27 ország szerintem még szorosabbra fogja kötni. Igen, csak pont arról beszélt, hogy micsoda odafigyelés van, és hogy elviszi a fókuszt. Tehát Európa az elkövetkező években a Brexittel lesz elfoglalva, és ennek a finom szövetének a kidolgozásával nem fognak tudni odafigyelni, például ránk Magyarország. Szerintem Európa... Meg lehet változtatni a házszabályt, színház törvényt hozni, nem tudom én, nem lesz kapacitás. Szerintem Európa az elmúlt 3 évben volt nagyon elfoglalva a Brexittel. Bizonyos értelemben egy kicsit meg is nyugodott mindenki, hogy végre eldőlt, tehát hogy vége van ennek a tragikomédiának, amit az elmúlt 3 évben zajlott. Ugye mostantól kezdve 10 hónapja van arra Európának és a briteknek, hogy megállapodjanak a tényleges válásról, mert ugye még egyelőre egy évig részese lesz a közös piacnak. Nem történik semmi. Tehát olyan, mintha semmi nem történne, és a következő egy évben kell eldönteni, hogy pontosan hogy is működik a válás. Én azt hiszem, hogy inkább az történik most, hogy nyugvópontra jut egy intenzív 9 hónapnyi tárgyalással, és akkor tudunk arra fókuszálni, mert erről szól például, amit Ursula von der Leyen bejelentett, hogy gyakorlatilag egy új alkotmányozási folyamat indul. Ugye ez az Európa jövőjéről szóló vita, egy 1,5 éves alkotmányozási folyamat indul Európában, aminek például a vége az egy a mostaninál erősebb Európa lesz. Erről is szól az egyik petíció az Európai Egyesült Államokról, hiszen e felé teszünk ismét egy lépést. De időszerűnek tartja ezt még mindig, csak itt volt ez az eset, ez a bizonyos nélküled dal eléneklése. Nem tudom, ezt követte, hogy ebből mekkora ügy lett, hogy ki énekelte, ki nem énekelte, ki állt fel és ki maradt ülve. Szóval, hogy ez egy patrióta ország, vagy alapvetően patrióta. Mennyire hullik termékeny talajra Magyarországon az, hogy lépjünk be az Európai Egyesült Államokba? Nagyon. Mert ugye a kettő nem zárja ki egymást, mert hogy patrióta vagyok, magyar vagyok, hazaszerető vagyok, és ezért akarok egy erős közösségnek a tagja lenni. Az, hogy magyar vagyok és európai, ez egymást erősítő identitás, nem egymást kizáró identitás. Magyar vagyok, de a másik magyart megköpködöm azért, mert mondjuk nem állt fel egy... És nagyon sok nem a nemzeti múlthoz tartozó dal eléneklésekor, hanem egy... És nagyon sok minden miatt meg tudjuk egymást köpködni, hogy ki az, aki a Fradinak vagy az MTK-nak szurkol, vagy melyik pártra szavaz. Tehát sok minden miatt tudunk vitatkozni, de ettől még a magyarságunk az nem gyengül, hanem erősödik, ha egy erős szövetség tagjai vagyunk. Ez az európai projektnek, vagy az európai közösségnek az egyik egész különlegessége, hogy úgy tudja megőrizni a nemzeti identitást, hogy közben pedig erősíti az együttműködést, mert így tud Európa kilépni a világpolitika színpadára, így tud harcolni közösen a klímaváltozás ellen, így lesz erősebb a gazdasága, így tud többet költeni innovációra, vagy mondjuk például a rákgyógyításra, ami a következő egy év nagy közös európai projektje lesz. Nagyon röviden is zárszó, hogy az ötletükhöz ezek szerint már vannak csatlakozók, közös európai minimálnyugdíj, minimálbér. Igen. Várható-e még? Tehát, hogy vannak-e még olyan szegmensek, ahol
érdemi esély van arra, hogy meg tudják őket szólítani. Nyilván mondjuk az Európai Néppártból nem nagyon lesznek támogatók. Dehogy nem, dehogy nem. Hát az európai minimálbér... Akkor ebből lehet valami, ebből az egész történetből? Nem lehet, lesz. Az európai minimálbér javaslatot Ursula von der Leyen fogja beterjeszteni 3 hónap múlva. Mi most azért kezdtünk el dolgozni, hogy már az előkészítő munkánkban ott legyünk, és le tudjuk tenni az asztalra, hogy mi hogyan szeretnénk. Akkor nem is nagy kérdés, mert ugye, ahogy azt többször elmondta, a minimálbérhez kötve van a minimál nyugdíj is. Vagy a következő lépés az, hogy kössük, igen, ugye ezt minimál jövedelemként is meg lehet fogalmazni, úgyhogy előbb vagy utóbb haladunk e felé. És... ha tetszik, ha nem, a Fidesznek és Orbán Viktornak lesz európai minimálbér és minimálnyugdíj. Szerintem mi meg fogunk még erről beszélgetni, Dobrev Kára. Köszönöm, hogy eljött. Köszönöm szépen.